A koronavírus világjárvány utáni uniós helyreállítási alap 40%-át a déli régiók gazdasági válságának megoldására fordítják Olaszországban. A Mezzogiorno néven ismert gazdasági válság egyik jele, hogy Itália déli részén a munkanélküliség az országos átlag duplája. A helyreállítási alapból Olaszországnak jutotta a legnagyobb összeg. Kérdés, hogy ez képes lesz-e csökkenteni az észak és dél közötti egyenlőtlenségeket. Egyrészt nincs elegendő adminisztrációhoz, illetve az alapok kezeléséhez értő szakember, ezért az önkormányzatoknak át kell szervezniük a működésüket, mondja Szicília fejlesztésért felelős minisztere. Másrészt a nemzeti helyreállítási alapok nem elegendőek az infrastruktúrális ágazatban felmerülő összes igény kielégítésére. Ha az utak és autópályák kimaradnak, és a beavatkozások csak a vasúthálózati részét érintik, fennáll a veszély annak, hogy nem sikerül elérni a célt. A több mint 230 millió euró nagy részét a szociális bérlakások helyreállításába fektették be a régióban. Szicília szigetének keleti partján található Catania külvárosában még mindig vannak szegény negyedek. A világjárvány utáni helyreállítási alapból olyan projekteket is finanszíroznak, mint például ez a maffiától elkobzott ingatlan, mondja az Euronews helyszíni tudósítója. Ez az épület az egyik maffia főnök bevásárló központja volt a 80-as években, most az alacsony jövedelmű családokat segítő intézménnyé alakítják át. A több mint 600 négyzetméteres terület újrahasznosítása segíteni fogja a helyi gazdaságot is. Ez a maffia bűnözés elleni küzdelem szimbóluma, és most arra fogjuk használni, hogy itt élő, rászoruló családokon segítsünk, számol be róla Catania polgármester helyettese. Itt még mindig erősek a bűnszervezetek, fiatalokat toboroznak, akik aztán szintén bűnözőkké válnak. A Szerta professzor szerint azonban ez nem csupán mennyiségi kérdés. A probléma az, hogy hogyan lesz ezekből a pénzeszközökből valós eredmény. Ehhez tervezési képességekre, világos szabályokra és a közigazgatási eljárások átláthatóságára van szükség. Ezek itt mind hiányoznak, teszi hozzá a helyi egyetem politikai gazdaságtan professzora. Egy banki átutalás nem elég, ez csak a kiinduló pont. Meg kell mutatnunk az EU-nak, hogy képesek vagyunk megfelelni a feladatnak. Úgy tűnik, hogy a dél-olaszországi gazdasági válság megoldása a jövőben is folytatódni fog, és jóval túlmutat az ország nemzeti gazdasági élénkítési tervén.